A többség örül a nyugdíjnak, de kevesebben vannak azok, akik meg is élnek belőle. Bernát Éva nyugdíjas, de mellette múzeumi teremőrként dolgozik 2 éve. 26 évet dolgozott napi 8 órában, ezért most havonta 46 ezer forint nyugdíjat kap. A mellékmunkával havi 74 ezer forintot keres, így összesen 120 ezer forinttal gazdálkodhat egy hónapban. Ebből csak a rezsie 50 ezer forint. A nyugdíjat nagyon kevés, hát 46 ezer forint az szinten semmi, még a rezsire sem nagyon elég, ha összeszámoljuk. Úgyhogy ezért is kellett, hogy dolgozzak, hanem bárhol, mert abból lehetetlen. Akármit próbálkoztam is korolni, nem lehetetlen abból megélni. 2 éve nyugdíjas, azóta nehezebb az élete. Alaposan át kell gondolnia, hogy mi az, amit megvehet, és mi az, amit nem. Mondhatom, hogy veszek 1 kiló húst, akkor azt elosztom, vittem 2-3 felé is, hogy ebbe csinálok főzeléket, akkor ehhoz is egy kicsit. Szóval ilyen dolgok, tudok spórolni. Ettől, vagyis az életszínvonal eséstől tart Lakatos András is. Lakatos András általános iskolai technikatanár. 41 évet dolgozott, most nettó 120 ezer forintot keres. Kérdés, óhasó, vagy válasz? Nincs. Az osztály legnagyobb gondja most az, hogyan készüljenek el a kulcsalakú fogassal időre. Újabb osztálynak Lakatos András ezt már biztosan nem mutatja meg. Jövőre ugyanis nyugdíjba megy. Elmegyek nyugdíjba, hogy mennyi lesz a nyugdíj, még ezt se tudjuk igazándiból. Hogy lesz-e rám szükség valahol máshol? Ezt sem tudjuk igazából. Az egyetlen biztos támpontom az, hogy van egy 2 éves kis unokám, akivel majd talán többet tudok így foglalkozni. Ezen kívül minden kétséges. Félelemmel készül a nyugdíjas évekre, nem tudja pontosan, mi vár rá és a feleségére. Megtakarított pénzük nincs, a nyugdíjból pedig valószínűleg kevesebb jut majd mindenre. Hát nincs tartalék. Nem, egyszerűen ki kell mondjam, nem keresünk annyit, hogy tartalékot tudjunk képezni. 41 év munka után viszek haza 120 ezer forintot. Úgy kezdődik egy 2 szobás lakás rezséje, hogy 50 ezer forint. És akkor még nem ettünk semmit, nem ittunk semmit, nem ruházkodtunk, semmi nem volt. Tehát egyszerűen képtelenség ebből tartalékot képezni. Lakatos András úgy tudta, hogy csak az utolsó 3 év fizetése alapján számítják ki a nyugdíjat. Tévedett. A számítás alapja ugyanis nem az utolsó 3 év, hanem az 1988-tól a nyugdíjig elért nettó kereset. Kiszámolják, hogy a megkapott pénz mennyit érne ma, és így megállapítják az átlag keresetet. Ezután megnézik a szolgálati időt, azaz, hogy a nyugdíjba készülő mennyit dolgozott. Ha valaki például 40 évet, akkor az átlag keresetének a 80%-át kapja meg nyugdíjként. Önmagában az, hogy 40 évig dolgozott valaki és 8 órás munkakörben, ez még nem garancia. Azaz hiába dolgozik valaki 40 évet, ha minimálbér után fizet, vagy fizetnek utána járulékot. Az adatok szerint most 1 millióan vannak minimálbérre bejelentve a körülbelül 3 millió munkavállalóból. A keresők harmada tehát bajban lehet, ha nyugdíjas éveihez ér. Hát az ő nyugdíjuk egy 40 év szolgálati idővel olyan 40-45 ezer forint lesz maximum. Ebből nem fognak tudni megélni. Ez biztos. Emlékeznek még Bernát Évára? Tudják, ő a teremőr. Nyugdíja éppen 46 ezer forint, amiből nem tudna megélni. Keserű tapasztalata, hogy már fiatal korban készülni kell a nyugdíjas évekre. Zoltán Gergely 23 éves. Fiatal is, keres is. Igaz, csak alkalmi munkái vannak. Ebből azonban nem nagyon tud félretenni. Most még ezzel a kérdéssel tényleg nem foglalkozom, hiszen pályakezdő vagyok, úgymond. Későbbiekben szerintem ráérek alaposabban körüljárni ezt a témát. Dolgozott építkezésen, készített statisztikai felméréseket, tulajdonképpen mindennel foglalkozott már, ami pénzt hozott neki. Fizetéseit azonban ruhákra, szórakozásra, utazásra költi. Gondoltam mindig is, hogy ez az a kor, amikor igazán meg kell élni a dolgokat, amikor még kicsit talán felelőtlenebbül is, nem csak arra gondolva, hogy mi lesz a későbbiekben, hanem egy kicsit a mának élve. De hát pont ezt a kort hagyom most el, úgyhogy meg is hihatom majd biztos később. Most még próbálkozom jól is érezni magam maximálisan.
A 2008-as adatok szerint 45 ezer forint alatti öregségi nyugdíjat több mint 32 ezeren kapnak az összességében több mint 3 millió nyugdíjasból. A legtöbben havi 60 és 80 ezer forint közötti juttatásból élnek. Nyugdíjasok nyugdíj nélkül. Ha minden változatlan marad, akkor éveken belül akár 500 ezer olyan nyugdíjas is lehet, akinek nem jár majd egyetlen fillér sem. Így számol a nyugdíjas kerekasztal elnöke. Vagyis félmillióan nem kis nyugdíjasok lehetnek, hanem nyugdíjtalanok. A rendszer nem tartható fenn sokáig. Látja ezt Medgyessy Péter egykori kormányfő is. Ő vezette be a 13. havi nyugdíjat. Ma már máshogy csinálná. Megmutatjuk, hogy hogyan. Sokszor segít nagymamának Petike, a legkisebb unoka is. Jakab bácsi már jól ért a főzéshez, de azért a szíve visszahúzza az esztergapadhoz a gépek közé. 51 év után Jakab bácsi nyugdíjba ment, ma pedig már valószínűleg a filmben látható egykori kisfiút, Pétert is érdekli, miből fog élni nyugdíjas éveiben, lesz elég pénze. Sokan már most is kevés nyugdíjat kapnak, de lesz ez még rosszabb is. Ő Holzer Péter, a nyugdíj és időskor kerekasztal elnöke. Számításai szerint csak az elmúlt 3 évben 1500 milliárd forinttal többet költött az állam nyugdíjra, mint amennyi járulékot beszedett. Ennek egyik oka, hogy Magyarország öregszik. Egyre több a nyugdíjas, viszont egyre kevesebb a járulékot fizető fiatal. Most 100 kereső tart el 76 nyugdíjast, 2050-ben viszont már 100 dolgozónak 103 nyugdíjast kell eltartani. És olyanok is vannak, akik dolgoznak, de nem fizetnek járulékot. Nekik nyugdíjuk sem lesz. Azt mutatják ezek az előre becslések, hogy ez néhány százer embert jelenthet majd a következő 10-15-20 évben, nem tudjuk pontosabban, ez lehet 300 000, lehet 500 000, nagyjából erről a nagyságrendről beszélünk, tehát ez igen sok. De miből fognak élni? És ez valóban egy érdekes kérdés, hogy miből fognak élni, ugyanis közöttük ráadásul többségben vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem lesz nyugdíj jogosultsága, tehát nem arról beszélünk, hogy keveset kapnának, hanem hogy egyáltalán nem. Az elnök szerint akár már 2013-ban is több ezer nyugdíj nélküli nyugdíjas lesz, de Holzer Péter szerint mindenképpen tovább kell majd emelni a nyugdíjkorhatárt. Szerinte elkerülhetetlen, hogy ez legyen a nyugdíjreform egyik első lépése. Ez egy olyan dolog, ami szerintem elkerülhetetlen. Ezt viszonylag tisztán látja mindenki, hogy ezt előbb-utóbb meg kell lépni, és ez valóban egy olyan fokozatosság, ami megint azt jelenti, hogy aki mondjuk most nyugdíj előtt van egy pár évvel, azt már ez nem nagyon fogja érinteni. De akinek mondjuk még van 15-20 éve legalább, az szerintem számíthat arra, hogy már nem 62 év lesz a nyugdíjkorhatár. Kérdés, hogy ennek lesz-e eredménye. A különböző kedvezményeket kihasználva most is átlagosan 59 évesen, 3 évvel a törvényes korhatár előtt mennek az emberek nyugdíjba, így még kevesebb járulékot szed be az állam, de legalább valamennyit beszed. Azoktól, akiket most igazoltatnak, az állam nem szed be egy fillért sem. Feketén dolgoznak, járulékot nem fizetnek. A szakértő szerint ezen mindenképpen változtatni kell. Sokkal többen vegyenek részt a formális munkaerőpiacon. És ennek például az egyik fontos eleme lenne, hogy ne legyen ilyen borzalmasan magas elvonás ugye a munkabéreken. A bruttó fizetésnek most 33,5%-át kell kifizetni nyugdíjjárulékként. Az átlagkereset ma Magyarországon bruttó 195.500 forint. Ez azt jelenti, hogy havonta 65.500 forintot fizet egy átlagos kereső a nyugdíjra. A járulékokat 1998 óta azonban nem minden esetben csak az állam kapja meg. Kérem, szavazzanak! 1997. július 15-e. Ekkor döntött az országgyűlés a nyugdíjrendszer átalakításáról, a magánpénztárak létrehozásáról. A felvételt az országgyűlés archívumától kaptuk. A nyugdíjreform lényege, hogy járulékokat ne csak az állam kapjon, hanem egy szabadon választott magánnyugdíjpénztár is. 1998-ban még csak 6, idén pedig már 8%-ot kell utalni a pénztáraknak, de ez csak a pályakezdőknek kötelező. De a postás most még csak az állami nyugdíjat viszi, a magánnyugdíjpénztári rendszer csak 20-30 év múlva működik majd igazán, amikor már elég pénzt befizettek a munkavállalók. A volt miniszterelnök szerint is tovább kellene emelni a nyugdíjkorhatárt. Medgyessy Péter szerint a magánnyugdíjpénztárakba is több járulékot kellene befizetni a mostani 8%-nál. Sokkal szigorúbban kellene fellépni a idő előtti nyugdíjazással kapcsolatban. Az én környezetemben is számtalan embert látok, akik
mindent megtesznek annak érdekében, akár még hálapénzek juttatásával is, hogy elmenjenek idő előtt nyugdíjba, hogy ne kelljen járulékot fizetni. Ön állíthatja azt. A parlamentben járunk 2003-ban. Megyesi Péter miniszterelnöksége alatt szavazta meg a parlament, hogy a nyugdíjasok kapjanak 13. havi nyugdíjat. A volt miniszterelnök ezen most már változtatna. Szerinte a 13. havi juttatást be kell építeni a havi nyugdíjba, de azoknak, akik most lesznek nyugdíjasok, ez nem járna. Az új nyugdíjak ugyanis átlagosan 30%-kal magasabbak, mint a régiek. Akkor erre még nem gondoltunk. 2004-ben ezzel elkezdtünk foglalkozni, ezzel a gondolattal, aztán ez elsikadt, tehát később ebből nem lett semmi sem. Én sajnálom, és azt gondolom, hogy még nem késő, hogy ezt megcsinálják, mert ez egy jobb, igazságosabb és fenntarthatóbb rendszert hoz létre. Lakatos Andrást, a nyugdíjba készülő technika tanárt ez már biztosan nem érinti. Zoltán Gergely egyetemistát, alkalmi munkavállalót viszont igen. De hogy milyen változások lesznek még, és mikor, nem tudni. Ez kizárólag a politikusokon múlik. Ma Magyarországon 100-ból 94-en valamilyen kedvezménnyel mennek nyugdíjba. Sokan a munkanélküliség elől menekülnek, ráadásul jobban is járnak azok, akik a kedvezményeket kihasználják, ők ugyanis több pénzt kapnak hosszabb ideig, mint azok, akik a tényleges nyugdíjkorhatárig dolgoznak. A fegyveres testületek tagjaira milliárdokat költ az állam. Ők már 40 évesen nyugdíjba mehetnek, átlagosan 131 ezer forintos havi ellátással. Én szeretnék tűzoltó lenni. Lehet táncolni. Ja. Színésznő szeretnék lenni. Mindenféle vezető. Lehetek busz is. Gyerekek játszanak. Játszunk el mi is egy gondolattal. Ezek a kisfiúk, kislányok, ha tényleg ilyen szakmákat választanak, és a törvények még évtizedekig nem változnak, fiatalon, akár már 40 évesen lehetnek nyugdíjasok. Pongrácz Sándor régóta nem játszik. 20 éves kora óta dolgozik a BKV-nál, 26 éve viszi az utasokat, több tízezer órát ült már a volán mögött. Nem nagyon tudok olyan buszvezetőt mutatni, akinek 40 éves kor fölött ne lenne derék problémája. Önnek ugye, is ma? Természetesen. Nehezebben ülünk, hogy mondjam, szúr, fáj, az idegrendszer itt borzasztóan kikészül. Inkább a közlekedés többi résztvevője. Nem társak vagyunk a közlekedésben, hanem bennünket ellenségnek tekintenek. Sándor, mint más buszsofőrök, éppen ezek miatt mehet majd el korábban nyugdíjba. 62 helyett 55 évesen, és megy is, már alig várja. Ők azok, akik még ennél is hamarabb, akár 40 évesen lehetnek nyugdíjasok. 25 vagy még kevesebb szolgálatban eltöltött év után, és ebbe már a szakközépiskola is beleszámít. Ezért lehet, hogy a rendőrségnél, ahol 45 ezer ember dolgozik, mindössze 350-en vannak az 50 éven felüliek. Ráadásul nekik másképp számítják ki a nyugdíjukat, sokkal kedvezőbben, mint másoknak. Az országos rendőrfőkapitány változtatna a rendszeren. Érje meg itt maradni, mert egyébként egy nagyon egyszerű számítást végez mondjuk a rendőr főtörzsőrmester, és azt mondja, hogy ha én most 25 év után elmegyek, akkor 30 ezer forinttal több lesz a nyugdíja, mint amit most havonta megkapok fizetésként. Akkor miért nem menjek el? Ezért a nyugdíjért föl se kell kelnem reggel az ágyból, és még mellette, hogyha egészségem engedi, akkor elmegyek és dolgozok, és még hozzákeresek valamit. Tehát ezzel nem lehet konkurálni. De a nyugdíjnak nem csak a fegyveres testületeknél nincs konkurenciája. 800 olyan munkakör van, ahol a dolgozóknak jár hasonló lehetőség. Például azoknak, akik sugárzó anyagok közelében dolgoznak. És sokkal korábban fejezhetik be a munkát a színészek, táncosok is. De néhány év kedvezmény majdnem mindenkinek jár. Így aztán a sor jó hosszú. Hogy mennyire, azt a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságon tudják a legjobban, náluk vannak az adatok. Statisztikák azt mutatják, hogy az igénylők túlnyomó része, sőt 94%-a körülbelül nem a korhatár betöltésével, ami jelenleg már 62. életév betöltését jelenti, veszi igénybe az öregségi nyugdíjat, hanem korábban megy el nyugdíjba. Vagyis 100-ból 94-en valamilyen kedvezményt vesznek igénybe. Az országban több mint 3 millió nyugdíjas van. Nekik tavaly összesen több mint 2700 milliárd forintot fizetett ki az állam. Az átlagos járandóság havonta 74 ezer forint.
Azok, akik korhatár előtt mentek nyugdíjba, ennél jobban járnak. Ők átlagosan 102.000 forintot kapnak havonta. És még többet kapnak a már említett fegyveres testületektől korán nyugdíjba vonulók, vagy más nagy korkedvezményre jogosultak. Ők összesen 71.000-en vannak, és átlagosan 131.000 forint a nyugdíjuk. Ráadásul a legmagasabb összegű nyugdíjakat fizeti legtovább az állam. A nyugdíjkorhatár most 62 év. 3 évet veszít az állam azokon, akik 59 éves koruktól átlagosan 74.000 forint járandóságot kapnak. De akár 22 évvel tovább kell biztosítani a nyugellátást a fegyveres testületek nyugdíjasainak. Ők azok, akik már 40 évesen befejezhetik a munkát, átlagosan 131.000 forint járandósággal. A statisztika furcsa. De vajon akkor miért van szükség a sok kedvezményre? A magyarázat a szociológus szerint nem is olyan bonyolult. A nyugdíjkorhatár egyszeri, nagy emelését akarták így ellensúlyozni. Igaziból a politika dönthet, hogy hogyan engedi ki a feleslegessé vált munkavállaló népességet a rendszerből. Ugye kiengedhetni úgy is, hogy szigorúan tartja ezt a nyugdíjkorhatárt, nem engedi az embereket előbb nyugdíjba, de valószínűleg ennek az lenne a következménye, hogy többen munkanélkülivé válnának. Olyan számítás nem létezik, amelyből kiderülne, melyik kerül többe az államnak, a nyugdíj vagy a munkanélküli segély folyósítása, de az biztos, hogy ha valaki tovább dolgozik, az tovább fizet járulékot. Ha hamarabb megy nyugdíjba, már nem fizet járulékot, a nyugdíjat viszont meg kell kapnia. Ha pedig munkanélküli lesz, akkor a segélyt. A magyarok pedig főként a munkanélküliség elől menekülnek a nyugdíjba. Nyugdíjasnak lenni, vagy munkanélkülinek lenni, az két nagyon különböző dolog, és a nyugdíjasság státusza, még akár a rokkant nyugdíjasság státusza is egy sokkal kellemesebb állapot, egy sokkal biztonságosabb járadék. És ez a biztonság sok mindenkinek sok mindent megér. Évekkel ezelőtt Miskolcon robbant ki a botrány. Orvosokat, ápolókat vádolnak azzal, hogy pénzért bárkinek elintézték, hogy leszázalékolják. A tárgyalás tart, ítélet még nincs. A nyugdíjkassa pedig súlyos mínuszban van, sokkal többet kell kifizetni, mint amennyi a bevétel, ezért kisebb szigorítások már történtek, például azok, akik a tényleges korhatár előtt vonultak nyugdíjba, már csak feltételekkel vállalhatnak munkát, és nemrég változtattak a 13. havi nyugdíj kifizetésén is, de a rendszer lényegében nem változott. Ők még játszanak, de a nyugdíjreform nem játék. Államcsődhöz vezethet, ha ezek a gyerekek is a jelenlegi feltételekkel mehetnek majd nyugdíjba. 20 évvel ezelőtt is késő lett volna elkezdeni a nyugdíjreformot, ez a véleménye Bokros Lajosnak. A volt pénzügyminiszter szerint lépni kellene nem holnap, hanem azonnal. De a politikusok várnak, és ez nem véletlen. Ahogy a közgazdász fogalmazott, a nyugdíj a politikai cukorkaosztogatás legfontosabb eszköze. A biztos szavazók 40%-a ugyanis nyugdíjas. Bokros Lajos kemény szavakkal ostorozta az egész magyar politikai osztályt. Politikusok és nyugdíjasok sokat találkoznak, főleg választási kampánygyűléseken. A politikusok szívesen és sokat beszélnek a nyugdíjról, a nyugdíjasokkal, és sokat is ígérnek. 2006-ra a teljes magyar nyugdíjas társadalom részesedik a 13. havi nyugdíjból. Ez teremti meg az alapját a következő ciklusban a 14. havi nyugdíjra. Valamennyi nyugdíjas azt hiheti, hogy róla is szól ez az ország, az ő igazságáról és az ő tisztességéről is szól a politika. 14. havi nyugdíj ingyen gyógyszer, előnyugdíj, ingyenes tömegközlekedés. Egyebek mellett ezt ígérték a 2006-os kampányban, akkor még szívesen beszéltek a nyugdíjakról, most viszont hiába szerettünk volna beszélgetni Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral, és ez nem véletlen, ugyanis a biztos szavazók 40%-a nyugdíjas. Az ezzel való foglalatosság az hihetetlen módon veszélyes. Szembe menni a nyugdíjasok vélt vagy valós igényeivel, érdekeivel, az öngyilkosság a politikában. Ez a politológus véleménye, ő árnyaltan fogalmaz. Bokros Lajosnak a Horn kormány volt pénzügyminiszterének, aki most a Közép-Európa Egyetem professzora, ennél sarkosabb véleménye van. Én a magyar politikai osztályt kifejezetten felkészületlennek és gyávának tartom a tekintetben, hogy a valóságos alternatívákat a társadalom elé tárja. Azt mondja, ahelyett, hogy a politika megmondaná az igazat, a nyugdíjrendszert kampányfogásként használja.
magyar választási ciklusokban a nyugdíj emelés az mindig a politikai cukorka osztogatásnak az egyik legvonzóbb formájává vált. Ezért nagyon sokan, szinte azt kell mondjam, hogy pártállástól függetlenül minden kormány törekedett arra, hogy valamiképpen a nyugdíjasokat kielégítse. De mi is az igazi baj a nyugdíjrendszerrel? Ezt is megkérdeztük Bokros Lajostól. Ami a legsúlyosabb probléma, ezekben az úgynevezett átmeneti országokban, mint amilyen Magyarország is, most már 20 éve lassan átmeneti ország a szocializmusból a kapitalizmusba, itt a kormányok jobb híján a felszaporodó munkanélküliség problémáját azzal igyekeztek megoldani, hogy inkább átnyomtak egész nemzedékeket a munka világából a nyugdíjas lét világába, ahelyett, hogy oktatással, a munkaerőpiac rugalmasabbá tételével, netán adóreformmal növelték volna a munkaerőnek a minőségét, versenyképességét, foglalkoztathatóságát. A pártelnökök, ha kérdéseinkre nem is válaszoltak, mindketten segítettek a maguk módján. Orbán Viktor az orbánviktor.hu-nak, Gyurcsány Ferenc az MSZP működtette kapcsolat.hu-nak nyilatkozott. Csak reformot ne! Kirázza őket a hideg, amikor ezt meghallják. A választók szépen megtanították a politikusokat arra, hogy igazat mondani ilyen kérdésekben nem szabad, mert aki igazat mond, aki szembe néz a valóság tényeivel, az meg fogja járni. A politika kivár, pedig nem lenne szabad késlekedni, ezt mondja a gazdasági szakértő. Én azt mondanám, hogy már 20 évvel ezelőtt is késő lett volna ezt elkezdeni, mire várunk még? És nem igaz az, hogy minden politikai osztály ennyire rövidlátó, mert mondom még egyszer, vannak olyan országok, ahol még a rendszer nem hogy egyensúlyban van, hanem többleteket termel, és már elkezdenek gondolkodni azon, hogy mi legyen akkor, amikor majd 20 év múlva a deficit megjelenik. Ha most elkezdjük megreformálni a nyugdíjrendszert, akkor a most nyugdíjban lévők azok bizony komoly megpróbáltatásoknak lesznek kitéve, illetve akik most nyugdíjban mennének, azoknak a nyugdíja alacsonyabb lesz. A nyugdíjkorhatárba beavatkozni radikálisan és gyorsan nem szabad. Az emberek ezt, igen, ezt utálják az emberek, ezt nyugodtan megmondhatjuk. Gyurcsány Ferenc szerint 2020-ig, Orbán Viktor szerint 2030-ig kell megtalálni a megoldást, pedig már másfél évtizeddel ezelőtt megindult, de aztán megrekedt a reform. Most ünnepeljük Magyarországon a nyugdíjreform 10. évfordulóját. 1998-ban kezdődött a kötelező magánnyugdíj pénztári rendszer. Ez egy halatlan előrelépés volt abban az időszakban, mert hiszen korábban egyetlen egyfajta nyugdíjrendszerünk volt, ez az úgynevezett felosztó kirobó rendszer. 13. Mondtuk már, de elmondjuk még egyszer. A biztos szavazók 40%-a nyugdíjas. El lehet tolni a megoldás keresését, de nem érdemes. Minden halasztásnak van költsége. Politikusok akkor lennének becsületesek, hogyha nem azt mondanák el pusztán a mai magyar társadalom tagjainak, hogy jó gyerekek, vigyázni fogunk, nem sértünk senkit, nyugodtan lehet a továbbiakban is mondjuk eladósodásból mesterséges jólétet teremteni. Az elmúlt 10 évben ez volt a politika. Őszintén kell beszélni, ezt ajánlja Bokros Lajos a politikusoknak. Legfontosabb az volna, hogy becsületesen megmondjuk a magyar társadalomnak, amit egyébként mindenki tud úgy is a saját háztartásából, hogy csak azt lehet újra elosztani a nyugdíjrendszeren keresztül, amit valaki oda befizetett. Ez nem ördöngösség, ez nem politika, ez matematika. És ezen kívül, aki pedig potyautas akar lenni és nem fizet, annak a rendszer meg kell mondja már a legelején, hogy vigyázz, mert nem lesz nyugdíja a végén. Valamennyi nyugdíjas azt hiheti, hogy róla is szól ez az ország, az ő igazságáról és az ő tisztességéről is szól a politika. Ezt teremti meg az alapját a következő ciklusban a 14. havi nyugdíja. A 2008-as adatok szerint 45 ezer forint alatti öregségi nyugdíjat több mint 32 ezeren kapnak az összességében több mint 3 millió nyugdíjasból. Az előrejelzések szerint néhány éven belül 500 ezeren lehetnek majd azok, akiknek egyáltalán nem lesz nyugdíja. Egyáltalán. Azaz egy fillér sem.
A parlament nemrég változtatott a 13. havi nyugdíjrendszerén. A november 25-i döntés szerint jövő évtől csak a 62. életévüket betöltötteknek jár a 13. havi nyugdíj, de ők is legfeljebb 80 ezer forintot kapnak. Valószínűleg nem szűnik meg a korengedményes nyugdíj sem. Mindezek az intézkedések tehát nem változtatják meg alapjaiban a nyugdíjazás rendszerét. Ez volt az Akták, az RTL közéleti tényfeltáró magazinja. A Bokros Lajossal készült interjú teljes terjedelmében megnézhetik videós hírportálunkon az rtlhírek.hu internetes oldalon. Ugyanitt ezt a műsort is megnézhetik még egyszer. Viszontlátásra!